Ők minek is vannak? Csak kérdezem. Hát a bulvár. Ő a bulvár miatt vannak Angliában. Tehát mert bármilyen más funkciójuk tényleg van egy család. A királyi család. Az egy olyan szellem. Most az egész alkotmányos monarchiáról alkotott ideológiai képen, meg a tudományos tapasztalat. Az vége. Beomlott egy kicsit. Az alattvalók, a 70 millió, az 70 millió alattvaló közül körülbelül azért 50 millió azt akarja, hogy ne legyen már alkotmányos monarchia. Tehát nagyon... Nem idejét volt egy picit? Tehát egy, hát ümpötti. Az első világháborúban gyakorlatilag az európai uralkodóházaknak a 80%-a elment. Az angoloknál megmaradt, szeretik, mert nagyon jó merchandise-okat lehet csinálni, hogy a királyi család rá van nyomtat a tányéra. De nem írhatják alá, hallod? De nem írhatják alá. Tehát jó, hogy az állami postát úgy hívják, hogy királyi royal mail, és abból csörren valami lé, de egyébként... Tehát nem, nincsen politikai funkciója, nem egy prezidenciális köztársaság, nem, tehát ez egy alkotmányos monarchia. Hát a politikai... dísznek vannak ott, a királynő fölkéri az éppen választásokon győztes. Nem megyek bele párton. Akkor itt a politológiai jellemzésre. Azt gondolod, hogy csak a bulvár miatt létezik? Biztos vagyok benne. Biztos vagyok. Hát ilyen karácsonyfadiszek. Hát most gondold el, az ország kifizet több milliót, 100-150 millió adópénzt azért, hogy legyen nekünk egy királyunk, egy királynőnk, öröklődés. Megadom a férjem telefonszámát, picit ellene van az angol királyi családnak. Jaj, nem, hogy legyünk barátok. Indiai.